A rendezvényen a magyar nemzetpolitikai helyettes államtitkár az összetartozás fontosságára hívta fel a figyelmet. Répás Zsuzsanna elmondta, szeretné, ha a vajdasági magyarságnak továbbra is egy olyan erős vezető rétege lenne, amely a helyi lehetőségeket felismerve fogalmazza meg programjait. A Vajdasági Magyar Szövetség ilyen stabil, megbízható partner volt végig a magyar kormány számára, akik mindig a helyben élő emberek problémáira figyelve próbálták végezni azt a munkát, amelyhez mi Magyarországról, Budapestről segítséget tudunk nyújtani. Újvidékben egy olyan fontos központot látunk, ami megkerülhetetlen. Üzente az újvidékieknek Pásztor István. A VMS elnöke elmondta, programjukat a segítségnyújtásra építették. Hozzátette, rólunk szól, mindannyiunkról, idevalósi vajdasági magyarokról. Ezért magyar ez a program, mert nem csak magyarul íródott, hanem a magyar embereknek a gondjaival, bajaival és azok megoldásával foglalkozik. Ilyen szempontból egészen biztos, hogy ebben a választási versenyfutásban még egy ilyen program nincsen. Vicsek Anna Mária logopédus a 6-os szám alatt szerepel a jelöltek listáján. A VMS-nek eddig 5 tagú frakciója volt a szerbiai parlamentben. Persze jó lenne, hogyha meg lenne a 6, hiszen akkor a magyarságot úgy tudjuk a parlamentben képviselni, hogy sokkal több időnk van arra, hogy a hangunknak érvényt adjunk, tehát sokkal többször tudunk felszólalni. A délután folyamán Pásztor István és Répás Zsuzsanna ellátogattak a Magyar Szó székházába is. Elbeszélgettek a lap és a fórum könyvkiadó vezetőségével, valamint Németh István íróval.